Sziasztok, szép jó reggelt! Sziasztok! Üdv mindenkinek itt a hangszerbabusgaton. Szerda reggel van, úgyhogy ma reggel is együtt fogunk babusgatni mindenféle különleges hangszereket. Múlt héten megígértem nektek, hogy ma nagyon nyugtató, nagyon kellemes hangú instrumentumokkal fogunk foglalkozni, és már ide is készítettünk tibeti hangtálakat, handpeneket, különböző csengőket és mindenféle érdekes dolgokat, de azért, hogy ez a sok szép hangszer, amit oda gyűjtöttetek magatok köré, amik ha már úgy néznek ki, mint lábasok, fazekak, esetleg locsolókannák vagy kapukulcsok, és nagyon sok szép, kreatív megoldást láttunk azokon a fényképeken, amiket küldtetek a múlt heti hangszerbabusgató után, hogy milyen tárgyakból lehet zenét előcsalogatni, és azokat oda gyűjtöttétek, hát azon is tudjunk muzsikálni, úgyhogy már is a húrok közé csapunk. Jól lássátok. Ezt a hangszert úgy hívják, hogy szanszula. És a szanszulának az őseit Afrikában lehet megtalálni. Ez nagyon, nagyon hasonló hangszert lehet készíteni. A főtt tojást, amivel így felszeletelitek. Na, azzal nagyon klasszul lehet cincogni. Elő lehet keresni a konyhaszekrényből. És lehet házi szanszulázni. Szép, hosszan lecsengő hangja van a szanszulának. Na, dobolunk egyet együtt? Mindenképpen.
trikómat. Jaj, de jót muzsikáltunk együtt! Tilikomat? Megkeressük? Tilikot megkeressük. De jót muzsikáltunk együtt! Nagyszerű volt! Idáig elhallatszódott a hangja. Most szeretném kérni a kedves szülőket, hogy amennyiben kreatív hangszereket használnak a közös muzsikáláshoz és a hangszervamuzsgatóhoz, mindenképpen osszák meg ezeket a hasznos tanácsokat ide, kommentbe, ide alánk, valahova, hogy mi is megtudjuk, hogy milyen különleges hangszereket zenéltek. Lili itt van velünk a virtuális térben, és azonnal elemzi ezeket a fantasztikus ötleteket, hogy a jövő héten, vagy valamikor a jövőben mi is be tudjuk ezeket szerezni, és mi is tudjunk konyhai berendezéseken muzsikálni itt a hangszervamuzsgatón. Tilinkó. Hát, meg van a tilinkónk is. Még egy bulli nóta következik. Szokás szerint tavasz hívogató dallam, havajgatás. Nem, a dobosokat nem akarom hallani, csak a tilinkósokat. Felkészülnek a dobosok.
Nagyon ügyesek vagytok. Az a sok csörgünk, az hol van, amiket a gyerekekkel szoktunk használni? Mert a következő számban pedig a csörgősökkel fogunk zenélni együtt. Addig is megmutatom nektek ezt a hangszert. Ez egy nagyon különleges hangszer. Ezt úgy hívják, hogy handpan. Nagyon-nagyon szép hangja van. Ma egy tündérmesét is meghallgathatunk a tűzről és a vízről, mert van egy olyan handpanünk is, ami pedig a vizet szimbolizálja. De erre még egy kicsit várunk, hiszen megígértem, hogy a csörgősökkel fogunk együtt muzsikálni. Nos, ki az, akinek van ilyen méhes kis csörgője? Nagyon jó. Ki az, akinek van ilyen nagyon szép kék csörgője? Nagyon jó. Csörgődob. Kinél van otthon? Fantasztikus. És egy csitamitás. És mindenki fogja meg az összes csörgőt, ami van, és együtt fogunk muzsikálni. De csak akkor kell használni, amikor én mondom. Jó? Elkezdünk dobolni a nettel, és amikor mondom, akkor kell elkezdeni csörgőzni. És lesz olyan, amikor csak ti csörgőztök. Meghallgatjuk, jó? Hogy ez hogy működik. Én ide készítettem a csörgőimet. Ilyen is itt van? Nagyon jó. Úgyhogy most először csak dobolunk, és utána elkezdünk csörgőzni. Figyelj! Nagyon jó, nagyon ügyesek vagytok. És visszajönnek a dobok. 3, 2, 1, és... ahol a vulkánok és a tavak erdejébe jutunk. Most az lenne a legjobb, hogyha nem is lenne hangszer a kezetekben. Mindent letennétek a földre, vagy oda a kanapéra magatok mellé, és elhelyezkednétek nagyon kényelmesen. Le lehet hanyat feküdni, vagy oldalt, vagy anya ölébe, ahogy nektek a legkényelmesebb. És csukjátok be a szemeteket.
nagyon szép. Erdőben sétálunk. Magas fák között. Ahol a szél meglebegteti a lombokat. És kiérünk egy nagy tisztásra. Sugarai megcsillannak egy csodálatos ezüst színű tavon. Ebből az ezüst színű tóból előjönnek a tündérkék. Akik a víz tükrén elkezdenek táncolni. De a táncukat hirtelen a közelben lévő vulkán megzavarja. Barátságos vulkán. Hiszen ez a forró lába, ez nagyon jó, finom termőtalajjal látja a szőlőt, az almát. És minden mást, ami a ezüstó mellett megterem. Úgyhogy igazából a tündéreket sem riasztotta el a vulkánnak a lábája. De a nap végén ők is visszabújnak a tóba. Sétálunk az erdőben. Most már te is kinyithatod a szemed. És ezt a tündértáncot mélyen ide a kis szívedbe zárhatod. Hogy amikor szomorú vagy, akkor csak erre a kis tündértáncra gondolj, ami az ezüstó tükrén volt. Tudjátok egyébként, hogy hol vannak a legszebb vulkánok, és a legszebb tavak, és a legszebb erdők? Hát Hawaii szigetén, ami a csendes óceán kellős közepén van. Úgyhogy most egy Hawaii hangszeren, amit már előbb hallottatok, az ukulelén fogunk játszani egyet. Akinek van otthon ukuleléje, vagy kis gitárja, nyugodtan előkaphatja, és muzsikálhat rajta, vagy csörgőzhet esetleg. Domolhat. Mi minden esetre játszunk egy dalt nektek.
kedves hangszerünk, amit még nem mutattunk meg nektek. Ez egy szélcsengő. Nagyon kedves hangja van. Ezt úgy hívják, hogy Kosi. Nem tudom, hogy kinél van otthon szélcsengő, teraszon vagy a bejáratnál. És ennek a szélcsengőnek csodálatos hangja van. Nem csak magában, hanem más hangszerekkel is szépen szól. Itt az idő, hogy az anyukák is becsukják a szemüket. El lehet lazulni. Ezen a héten is hoztam egy távcsövet. Múlt héten megnéztem mindenkit a távcsövemmel. Ez most egy akkora távcső, hogy azokat is meglátom vele, akik legmesszebbről nézik a hangszerbabusgatót. De hát nem tudjuk, hogy ki honnan nézi. Ezért Portugáliában is követitek a hangszerbabusgatót. Na most megnézem, kicsit át kell állítanom a távcsövemet ahhoz, hogy Portugáliában is ellássak, de nézzük csak. Ott van. A Felvidékről is nézzük. Porto. Braga. Fáró. Elláttam Portugáliáig, nagyszerű, hát nagyon örülök. Hello, szia. Máltáról is nézi, Benny. Máltáról is. Most éppen olyan 1500 kilométerre állítottam a távcsövemet, és elláttam még Benikéig is. Hát ez szervusztok! Felvidékről is vannak hangszerbabusgatósaink. Nagyon jó. Mindenkinek küldjük a következő dalt. Sziasztok! Egy didgeridun és egy kahonon. Akkor ez a hangszer, hogy kilóg a képből. Didgeridoo.
Ausztráliában készítették, ausztrál őslakosok. És nagyon szép mintákat festettek rá. Ezt láthatjátok. Van rajta óriási gyík, meg kígyó, meg mindenféle olyan állat, ami Ausztráliában lakik, és nagyon-nagyon veszélyes általában. Ezért szerencsére csak festményben van itt. Nem küldték bele, nem tették bele a didzseridóba, és küldték el Magyarországra ezeket a veszélyes jószágokat. Na jó, a kenguru nem annyira veszélyes, de az is van rajta. Az egy nagyon cuki állat. És tudjátok, hogy mi van még Ausztráliában? Óceán. Fantasztikus óceán. Aminek a hangját meg tudjuk ide idézni. Szemünket becsukjuk, és elképzeljük, hogy a csendes óceán csodálatos partján fekszünk. A víz cirogatja a lábujjközeinket, és a pálmafák árnyéka pedig hűsíti fejünket. És amint éppen relaxálgatunk az óceán partján, a távolban egy nagyon kellemes hangot hallunk. Lehet, hogy csak képzeltük. És csak marad az óceán. Thank you.
Thank you.